és én most azt tudom mondani, hogy itt állunk az Emirei Peletem előtt. Mi újra itt vagyunk. Július 12-én is idejöttünk bízva, és remélve a változást. Több mint 2 órát beszélgettünk. Több levélváltás, több év, több mint 31 ezer aláírás után számunkra érthetetlenül az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről semmilyen konkrét intézkedésről, javaslatról nem beszéltek az otthonápolók ügyében. Nekünk ez teljesen érthetetlen és elfogadhatatlan. Mikor ott ültem bent, egy idő után, amikor természetesen megértésükről és együttérzésükről biztosítottak, az jutott eszembe, mit keresünk mi itt? Mit keres még mindig az EMI-ben az 50 ezer otthonápoló sorsa és élete? 100 méterre a parlamentben pont a 2019-es költségvetést tárgyalják. Arról beszélnek, mire költsenek 2019-ben. Mit fizetnek, kinek emelnek fizetést. Eközben mi az EMI-ben ülünk egy előkészítő tárgyaláson, közben azok az otthonápolók, akik bizalmat adtak nekünk, ebben a hónapban is készhez kapják az alap 29.340 forintot, az emelt 44.010 forintot, és a legsúlyosabb esetben is csak 52.812 forintot. Hallgatjuk, idén is 5% emelés volt, amit köszönünk, de ez az alapátgalási díjet esetén pontosan havi 1.440 forint, napi 48 forint. Az emeltnél havi 2100, azaz napi 72 forint. A kiemeltnél már 2592 forint, napi 86 forint. Ez csak szerintünk elfogadhatatlan? Hiszen mindez 2018-ban, a családok évében, amikor naponta hallható, a kormány támogatja a gyerekvállalást. Közben mi minden egyes mondatnál egyre jobban érezzük a megalázottságot, megalázva érezzük, mi nem számítunk családnak. A mi kacifántos gyerekeink nem számítanak gyereknek. Nekik általában nincs iskola, nincs fejlesztés, az ápolóiknak nincs méltó élet. Ti tudtátok, ha beteg gyermeketek születik, ha beteg lesz a gyermeked, a hozzátartozott, vagy te magad, és ehhez elég egy baleset, fertőzés vagy betegség, nem kell így születni. Szóval ti tudtátok, hogy ekkor nem vagytok már család. 2019-es költségvetés vitáját most zárják a parlamentben. És mi itt állunk az EMI előtt, mi otthonápolók, miközben a 2019-es költségvetési tervezetben nulla, azaz nulla forint emelést terveztek az otthonápolásra. Ezért most segítséget kérünk. Segítsetek kirakni az otthonápolási történeteket a parlamentnél. Ennyi év után szerintünk ezt már ott kell tárgyalni. Segítsetek eljutni a parlamentig, most mi lépjünk, hogy léphessenek, most mi segítsünk, hogy minden hang eljusson a parlamentig, mert csak együtt van esély. Köszönjük! Ahogyan Éva is mondta, most szimbolikusan vonuljunk át a parlament elé, a Molinóba, hogy az otthonápolás igenis és munka. És azért nem tudunk munkát végezni, mert munkát végzünk 24 órában. És mutassuk meg a szimbolikusan, hogy nem itt van a helye az ügyünknek, hiszen évtizedek óta már erről van szó, hanem igenis és ott, mert most már döntés kell, hogy szülessen. Nem sajnálatra van szükségünk. Inkább azokat kellene sajnálni, akik nem látják még mindig az be, hogy ez egy alap dolog, hogy támogatni kell az embereket, és majd ott folytatjuk tovább a beszédeket. Köszönjük szépen, menjünk át együtt.